A Szociáldemokraták csúcsjelöltje, Franz Timmermans volt az Euronews interaktív választási műsorának második vendége, aki válaszolt a nézők által online feltett kérdésekre riportereinknek. Először a Brexit került terítékre. Ez pártpolitika volt, semmi köze a britek érdekeihez, mondta Timmermans. Akik feltették a kérdést, nem azt a választ kapták, amit gondoltak. És látható, hova vezetett mindez. Az ország végletes megosztottságához és megbénulásához. Majd arról vitatkoztak az Euronews riporterével, hogy a népszavazást mennyiben lehetett demokratikus döntésnek tekinteni annak fényében, hogy a távozáspárti kampány sokállítása utólag tévedésnek vagy direkt hazugságnak bizonyult. A migrációt a tagállamokat megosztó kérdéséről szólva a holland politikus azt mondta, tanultak a 2015-ös menekültválság során elkövetett hibákból. Egyértelműen nem voltunk urai a helyzetnek, azóta viszont lépéseket tettünk azért, hogy visszanyerjük az irányítást. Még nem tartunk ott, de jó úton járunk. Ugyanakkor egyes politikai ragadozók kihasználják a helyzetet, hogy erre építsék az identitás politikájukat úgy, hogy ezeket az embereket fenyegetésnek állítják be. Ez ellen határozottan ki kell állnunk. Ha nem akarjuk megtagadni az elveinket, akkor a valódi menekültek számára menedéket kell nyújtanunk. Timmermans arról is beszélt, hogy a szélsőségek előretörésében a bankoknak és a pénzügyi szektornak is jelentős szerepe volt. A szélső jobb erősödése Európa szerte jelentős mértékben köthető ahhoz, ahogy a pénzügyi szektor viselkedett. Az embereknek elegük van abból, hogy az ő pénzükből mentették meg a bankokat, amelyek most megint rosszul viselkednek. Úgy látják, hogy a bankoknak megint jól megy nekik pedig nem annyira, mint a válság előtt. Nagyon fontos lenne befejezni a bankuniót, hogyha egy pénzintézet bajba kerül, nem elsen kuncsorogni az állampolgárokhoz. Magyarország is szóba került, Timmermansot Orbán Viktor politikai sikereiről kérdezték, amire azzal válaszolt, hogy ha a magyar politika olyan sikeres lenne, nem lenne szükség a rabszolgatörvényre.